Sziasztok, én Forzoro vagyok, és a Kártyafogások Magyarázattal című sorozatom mai részében a harmadik ilyen legyezős videó jön. Most az óriás legyezőt fogom nektek megtanítani. Ez az óriás legyező, az először is tudni kell a fárósáfült, hogyha ezt nem ismeritek, akkor van róla egy videóm, tanuljátok meg onnan, most nem fogom különösebben elmagyarázni. Kell egy fárósáfült csinálni, majd így átfújjuk így a kezünkkel, úgyhogy így lehozzuk, így. És így olyan állapotban lesz, mint a kétkezes legyező, erről is van egy videóm, nézzétek meg azt is, és itt már csak annyit kell csinálni, hogy így ki kell teríteni őket. Itt a fárósáföl résznél nem kell nagyon összenyomni, csak egy így nagyjából egy centire, másfél centire nyomjuk össze csak így a lapokat, annyira, hogy ne essenek szét, illetve ne is legyenek nagyon így egyben, mert akkor ugye egy csúnya. Ez az előző legyezőknél kicsit bonyolultabb fogás, viszont ezt is nagyon hamar el tudjátok sajátítani. De én már ennyi is lettem volna, hogyha nem szeretnél lemaradni a következő ilyen Kártyafogások Magyarázattal című sorozatom részeiről, akkor iratkozz fel. Viszont tényleg én ennyi lettem volna, sziasztok!